Hárman is indultak a polgármesteri címért Nyírbátorban, végül fölényesen nyert a település eddigi vezetője, így a következő 5 évben is Máté Antal irányíthatja a várost. Nyírbátor a sárkányok földjén. A történelmi hangulatú város a Nyírbátori járás központja, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye délkeleti részén helyezkedik el. A települést először 1279-ben említik a források. A település népessége 2013 és 2014 között szinte stagnált, meghaladta a 12.300 főt, 2018-ban viszont már 11.831 főt számoltak. Nyírbátor ma az egyik legnagyobb ipari parkkal büszkélkedhet a megyében. Számos külföldi cég működteti itt hazai gyárát, többek között a Rosenberger, a Dill és az MSK, de több mint 20 cég működik itt, több ezer munkavállalóval. Október 13-án 9558 választópolgár dönthetett a nyírbátori polgármesterről és a választókerületi képviselőkről. Köszöntöm a stúdióban Máté Antalt, Nyírbátor régiói polgármesterét. Jó estét kívánok, és szívből gratulálok. Köszönöm szépen én is. Fölényes győzelemről beszélhetünk, és igen magas részvételi arányról, hiszen úgy tudom 56% fölötti részvételi arány volt, 60% fölötti szavazattal. Igen, valóban magas volt a részvétel a megyén belül, vagy a megyében lévő hasonló méretű településekhez képest is. Kimagasló volt a részvétel. És hát nyilván ennek sok minden dolgot tud ilyenkor az ember tulajdonítani, de az eredmények tükrében én azt gondolom, hogy ez igazából annak tudható, hogy az az 5 éves munka, amit végeztünk, azzal a nyírbátoriak jellemzően túlnyomó többsége egyetértett, és szerették volna, hogyha ez folytatódik, és ezért járultak az urnákhoz és szavaztak nagy számban. Úgy, ahogy Máté Szalkán, és érdekes módon azért itt ellenzéki városról beszélhetünk, de mégis a bizalom ugyanúgy megmaradt, úgyhogy én azt gondolom, hogy ahol a várospolitika és a település érdekei felül tudják írni az egyéb érdekeket, ott az mindenképpen visszaköszön. Igen, és ugye azt látni kell, hogy valóban egy városvezetésnek nagyon sokfajta céljai kell, hogy legyenek. Nyilván helyben apró, kisebb, nagyobb problémákat meg kell oldani, de én azt gondolom, hogy az elsődleges cél mindig az, hogy a településnek van-e egy hosszú távú koncepciója, hova szeretne eljutni 5-10-15 éves távlatban, hiszen az emberek, akik ott élnek, ők is a rövid távú életüket is kell, hogy menedzseljék, munkájuk legyen, lehessen szórakozni, kikapcsolódni, élni az életüket 21. századi módon, mert nyilván ma már látjuk, hogy a világ hova fejlődik, és ahol mi élünk, szeretnénk, ha ott is ugyanazok a körülmények meglennének, ugyanakkor meg tervez hosszú távra is, hiszen családot alapít, és neki az is fontos, hogy a gyermekei milyen körülmények között élnek, és neki az élete hogyan alakul 5-10-15 év múlva. Ezért fontos, hogy a város egy hosszú távú célt is fel tudjon vázolni. Ahol ezek a hosszú távú célok léteznek, működnek, elérhetőek, tud vele azonosulni az ott élő lakosság, akkor nyilván arra szavaz, hogy akkor ez menjen tovább. Ahol ezek a koncepciók nem állnak fel, vagy nem látják az emberek, hogy ez hosszú távon működőképes, ott meg nyilván próbálnak valamilyen változásra szavazni annak érdekében, hogy ez kialakuljon, vagy létrejöjjön. Mondhatjuk azt, hogy talán az informatika fejlődésével igazából a kisebb településeknek is nagyobb lehetőségeik lesznek, hiszen nem feltétlenül kell ahhoz nagyvárosban élni, hogy az ember nagy lehetőségekhez tudjon jutni, és képes legyen dolgozni. Én azt gondolom, hogy nyilván életmód kérdése is, hogy ki szeret egy főváros, egy megyeszékhely, egy kisváros vagy egy vidéki településen élni, és az a jó a világban, hogy az emberek különbözőek, és van, aki ebben, van, aki abban találja meg az igazi otthonát. Itt igazából szerintem a legfontosabb az, hogy a településnek is tudnia kell megtalálni a saját helyét és szerepét ebben az elég dinamikusan változó és fejlődő világban, és ha ezt jól tudja beazonosítani, és azoknak az embereknek kínál életteret, akik egyébként erre vágynak, akkor az a település hosszú távon fent tud maradni, független attól, hogy ez egy 2000 fős település, vagy egy több százezer fős megyeszékhely. És Nyírbátor esetében is ez a kulcskérdés, hogy mi az, amit egy Nyírbátor méretű településnek be kell vállalnia, mi az, amit ki kell elégítenie ott szolgáltatás területén az ott élő embereknek, és mi az, amivel nem szabad kapaszkodni, mi az, amit el kell engedni, mert ott úgyis egy megyeszékhely, vagy akár a főváros az a méretű település, ami kiszolgálja ezt, és ahogy fogalmazott, részben az informatikai fejlődés, részben pedig a
a közlekedés, tehát a globalizáció, még ha ilyen kisméretben is beszélünk erről, az lehetővé teszi azt, hogy például Nyírbátorból 25 perc alatt Nyíregyházán vagyunk, most már 40 perc alatt Debrecenben vagyunk, és a főváros is közel van, nem feltétlenül kell nekünk mindenfajta szolgáltatást és igényt kielégíteni, hiszen elérhető távolságokba kerültek ezek a települések. Amennyiben a közlekedés rendben van. Így van, abszolút. Hová helyezte magát Nyírbátor ennek mentén? Nyírbátor azon az úton szeretne tovább haladni, ami elindult. Ugye nálunk azért már 15 éve folyik egy dinamikus gazdasági növekedés, nagyon sok munkahely jött létre, és valóban itt azért kell egy paradigmaváltás ezen a területen, amit nem csak mi, hanem valamennyi településnek meg kell tennie. Itt a magasabb hozzáadott értékű munka a kulcs, én azt gondolom, hiszen az emberek nem csak dolgozni szeretnének ma már, mert bárhol szinte a megyében elmondhatjuk, hogy azért van munkahely, ha nem a közvetlen a településen, akkor egy 30 kilométeres távolságban egészen biztosan. Itt az a kérdés, hogy hosszú távon melyik település fog tudni nem csak munkahelyet kínálni, hanem olyan munkahelyet, ahol versenyképes fizetéshez lehet hozzájutni. És az a település lesz sikeres, aki ebben minél hamarabb tud váltani, és ha tetszik, ha nem, ebben megint csak egy verseny fog kialakulni a települések között, és nyilván mi szeretnénk ezt a versenyelőnyünket Nyírbátorban megőrizni, ezért rendkívül fontos, hogy a különböző cégekkel jó legyen, folyamatos legyen az együttműködés, ami garantálja azt, hogy a jövőbeni fejlesztések azok ezt meghozzák, tehát egy magasabb hozzáadott értéket és egy magasabb fizetést, viszont azt látni kell, hogy itt alapvetően ehhez egy csomó dolog kapcsolódik. Elsősorban az oktatás kérdés, egy kulcskérdés, és aztán pedig nem csak magasan kvalifikált munkahely kell, hanem ahhoz kellenek olyan emberek, akiknek ez a tudása megvan, és ezek az emberek ne akarjanak. Nem azt mondom, hogy Nyírbátorból, mert ez így nyilván nehéz, hanem a térségből elmenni, ezért nyilván egyfelől van egy verseny a települések között, másfelől van meg egy kötelező vagy kényszerű együttműködés, hiszen ezeket a célokat részben csak közösen tudják a megyében lévő városok teljesíteni. Ez viszont magával hozza azt is, hogy olyan minőségű szolgáltatásokat kell nyújtani, ahol ezek a magasabban kvalifikált emberek is megtalálják a maguk pihenését vagy szórakozását. Nyilván megváltozott a világ, tehát a mai fiatalok, de régen volt egy gyakorlatilag legfontosabb az, hogy az embernek legyen munkája. Az elsődleges célja egy család főnek, hogy munkát és kenyeret, tehát munkát biztosítson és kenyeret tegyen az asztalra. A mai új generációnak a szórakozás, a kikapcsolódás legalább annyira fontos egy település választás szempontjából, mint az, hogy egyébként van-e jó munkahely. És ebből a szempontból mi 5 évvel ezelőtt már elindítottunk egy új gondolkodást, aminek a célja, a lényege pont az volt, hogy a település ne csak munkahelyek tekintetében, hanem minden egyéb más szempontból legyen biztonságos, élhető a családok számára. Úgy is fogalmazhatok, hogy mi szerettünk volna a megyében felnövekvő új generáció egy igazi célvárosává válni, és ezt nem csak terveztük, hanem azért nagyon sok beruházás megvalósult, vagy elindult ebben az időszakban. Mi elsőként indítottunk olyan bérlakás programot saját beruházásként, amit senki más nem mert, vagy nem tudott megtenni. Ez már egy folyamatban lévő beruházás, szórakoztató szabadidőközpontot alakítottunk ki. Csak ebben az évben 4 játszótér épült, teljesen átalakítottuk a sportpályánkat, a sporttelepünket. Hát rengeteg olyan fejlesztés, beruházás valósult meg, ami felületet biztosít nem csak a fiatalok számára, hanem a különböző közösségek számára, mert a másik, amit mindig el kell mondani, hogy egy település motorja soha nem egy város vezetés kell, hogy legyen, hanem a különböző társadalmi csoportokból generálódó civil kezdeményezések, ezek lehetnek nyugdíjas sportegyesületek, vagy egyéb bármilyen módon valamilyen érdeket képviselő társadalmi csoportokat képviselő civil szervezetek, nekik kell igazi otthonává válni egy településnek, és akkor ők majd generálják a változást, hogyha egyébként látják, hogy a város vezetés erre nyitott és fogékony. Mik lesznek a legfontosabb fejlesztések, beruházások a következő 5 évben? Számunkra a legfontosabb most az, hogy mindenkinek otthon tudjunk kínálni. Tehát a lakásépítés területén mi egy új városrészt alakítottunk ki gyakorlatilag, ahol önkormányzati bérlakásokat építünk, és értékesítésre is épülnek ingatlanok, lakások, és befektetők is építenek bérlakásokat. Tehát a lakáskérdés az egy kulcs, hiszen az állam által elindított, vagy a kormányzat által elindított családtámogatási rendszer az egy nagyon jó lehetőség, de nem mindenkinek nyújt lehetőséget, és mi azt szeretnénk, hogyha minden fiatal, aki az életét elkezdi, nem csak Nyírbátorban, a környéken, akkor Nyírbátor legyen egy potenciális város, ahol ő albérletben vagy saját ingatlanban, de el tudja kezdeni az életét. És ehhez építjük körbe gyakorlatilag azt, hogy itt a közlekedés biztonság, nyilván a kerékpárút hálózat,
nem beszélek róla sokat, mert minden településen ezek a folyamatok elindultak, de hogy ezekben ez egy hálózatszerűen működjön, az nagyon fontos, és hát a biztonságos élhető lakókörnyezet. Ugye Nyírbátornak van egy fontos kihívása még, az erős gazdasági növekedés azért nagyon sok olyan környezeti hatást okoz, zaj, forgalom, szakhatások, amiket nekünk meg kell oldani annak érdekében, hogy a gazdaság erősödjön, de az ezzel járó egyéb hatások, amik mindenhol vannak egyébként, ahol ilyen növekedés van, ezek kezelve legyenek, és azok a gazdasági növekedések, amik egyébként részben a multinacionális vállalatoknál ugye folyamatosak, azok a fejlesztések, azok ne csak azt eredményezzék, hogy új munkahelyek jöjjenek létre, meg magasabb fizetést biztosító munkahelyek, hanem a környezetre gyakorolt hatásokat is próbálják meg kezelni zajvédő falakkal, újszerű technológiákkal, különböző szűrőberendezésekkel, pont azért, hogy ez a növekvő gazdaság nehogy elrontsa az életminőséget, az életkörülményeket, úgyhogy ezt a kettősséget kell nekünk tudni kezelni, munkahelyeket létrehozni és emellett egy élhető várost kialakítani. Máté Antal, mindezekhez további jó munkát és sikereket kívánok. Köszönjük, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm én is.